A Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium magyar nyelv és irodalom érettségi átlaga lett a legjobb a 2015-2016-os tanév május-júniusi vizsgai időszakában. Az intézmény így már hét egymást követő évben érte el ezt az eredményt, derül ki az oktatási hivatal 100 legjobb gimnáziumi rangsorából. Vendégem a stúdióban Márk Attila Olivér igazgatóra, Kölcsei Ferenc Gimnázium igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét és kívánok. mindenek gratulálok ehhez a nagyon szép eredményhez. Köszönöm szépen. Kezdjük talán azzal, hogy nyilvánvalóan évek hosszú sora előzte meg ezt az eredménysorozatot. Ekkor egy pici kis visszatekintést tegyünk. Így van, a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium, mint Nyíregyháza egyik legmeghatározóbb gimnáziuma, valóban, ahogy a szerkesztőasszony is elmondta, az elmúlt 60 évben taposta ki magának ezt az utat, hiszen az alapítóink 1958 májusában vették föl Kölcsei, a himnusz költőjének a nevét. Idén májusban fogjuk ünnepelni az iskola fennállásának a 60. évfordulóját, és én is azt hiszem, hogy pedagógus generációk, tanuló generációk és szülők áldozatos és évtizedes munkája van az eredménye mögött. Hol volt az a fordulópont, amikor a kölcsei úgy beverekedte magát az élvonalba, akár nyiregyházi tekintetben is, vagy vonatkozásban is? A gimnázium történetében azért megújulások sorozata követte egymást. Általában azért 20 évenként igen jelentős változások következtek be, ha végig gondolunk a történelmen. Gyakorlatilag itt társadalmi változások, politikai, gazdasági változások mentek végbe. A Kölcsei 20 éven át szakközépiskolaként is funkcionált, hiszen a Zai Anna mostani szak Szakgimnáziumnak az elődje a Kölcsei Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola volt nyilvánvalóan, amikor tiszta profilú gimnáziummá váltunk 1987-től, 88-tól folyamatosan, onnantól mondhatjuk azt, amikor elindult a tiszta profilú gimnáziumi képzés, amikor a kölcsei el tudott valójában startolni. Már akkor megfogalmazódott ez a nagyon magas cél, hogy itt kifejezetten főiskolákra, egyetemekre akarnak képezni diákokat, és a legmagasabb szintet irányozták elő? Én magam is annak a gimnáziumnak voltam a diákja, pont 87 és 91 között, amikor már nem volt szakközépiskola, és éppen gimnázium lettünk. Én azt gondolom, hogy minden gimnáziumnak ez egy alapvető célkitűzése, hogy a felsőoktatásban a főiskolai egyetemi karokra, szakokra szeretné a diákjait minél nagyobb arányban bejutatni, hozzátéve, hogy azokat, akik ez iránt motiváltak és érdemesek is arra, hogy a felső oktatásban diplomát szerezhessenek maguknak. Érdekes, hogy az egészségügyi szakközépiskolai múlt nem nagyon érezhető most a profilon, hiszen elsősorban humántárgyak, magyar történelem, illetve a nyelvek az, ami a költségeinek a profilja. Igen, azt hiszem, hogy a, a közvélemény is a megyeszerte, városszerte így könyvelhetett el bennünket, hozzátéve, hogy nagyon értékes része az iskolának például, vagy profiljának nagyon értékes része a három évvel ezelőtt elindított informatika tagozat, ami egyre több tanulót nyer meg magának, vagy a biológia kémia szintű képzés, ahonnan orvosi, gyógyszerészeti karokra, vagy pedig itt a helyi főiskolára, ha gondolunk, a Debreceni Egyetem kihelyezett tagozatára, a diplomás ápoló, a mentőtiszt, a védőnő, a gyógytornász szakirányok, ezek ugye biológiát követelnek, és, vagy biológia tantáj tanulására van szükség, és biológiából kell érettségi vizsgát tenni. De azt hiszem, hogy így tud a közvelemény bennünket, hogy a magyar a történelem hagyományosan erőssége a kölcseinek és az idegen nyelvek széles és hát palettája. Ezt igazolják az eredmények is, hiszen éppen magyarból és történelmből írik el a legjobb eredményeket. Így van, hogy az országban több száz gimnázium működik különféle fenntartók által, és az oktatási hivatal közéteszi a hivatalos adatbázisában ezek megtekinthető adatok, hogyan sikerül a közép- és emelt szintű érettségi vizsgáknak az abszolválása az egyes gimnáziumokban. A kölcseiben most már hét egymás követő évben mondhatjuk azt, hogy az ország első legjobb gimnáziuma a magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsga eredmény alapján. Ez, ha emelt szintű, vagy középszintű Közép és érettségi... emelt szintű eredmények is vannak benne. Az magyar nyelv és irodalomból középszinten vizsgáznak a vizsgázók. A humán érdeklődésű bölcsészkarokon tovább tanuló gyerekek, vagy jogi pályára tovább tanulók inkább a történelmet választják emelt szintű érettségi tárgyként, amiatt, hogy komplexebb, jobban megfogható a vizsgakövetelmény talán, mint magyar nyelv és irodalomból. De történelmből is nagyon szép eredményeket érnek el. Igen, mert abból meg országos másodikak lettünk, úgyhogy azt Gondolom, hogy itt is nem, hogy szégyenkezésre lenne okunk, hanem nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre az eredményünkre. És ez magas százalékos teljesítményt kíván a tanulóktól. Magyar nyelv és irodalom esetén ez 90-92 százalék közé esik évente a vizsgának a, a átlag teljesítménye, és ugye 140 gyerek vizsgázik évente a kölcseiben. Történelemből pedig 87 százalék a középszintű vizsga eredménye és 78% az emelt szintű, tehát ez kiemelkedő, mind a két tárgyból kiemelkedő. Van még egy nagyon fontos fokmérője egy gimnáziumnak, még pedig az, hogy évente hány százalék, a tanulók hány százaléka kerül be felső oktatásba, és ez alapján is készül rangsor, úgy tudom. Így van, ez alapján is készül rangsor, és az igazság az, hogy a, a vitpontszámok alapján készül ez a rangsor, tehát a gyerekek bejutnak ugye felsőoktatási intézmények különféle karaira, szakja, szakjaira, de akkor jó ez a mérőszám, ha hát tényleg azt veszi figyelembe, hogy és milyen ponttal kerültek be a gyerekek, azért ez nem mindegy. És ezen a ranglistán is az előző mérésnél 26. legjobb helyen szerepeltünk, most pedig a 27. legjobb helyen, tehát én azt gondolom, hogy az a diák, aki a kölcseibe készül, most 8. vagy 7. és felmerül a továbbtanulás, Bátran válasszák a szülők és a családok a Kölcsei Gimnáziumot, hiszen nagyon jó esélyt kapnak a gyerekek arra, hogy a felsőoktatási intézményben nem csak be fognak kerülni, de ott meg is fogják állni a helyüket. Mennyire kemény a Kölcsei Gimnázium, ha ekkora teljesítményeket hoznak a gyerekek? Egyáltalán kinek való a Kölcsei Gimnázium? Igen, tehát azt gondolom, hogy, hogy, mindenképpen szorgalmas, kitartó, jó képességű gyerekeknek érdemes választani a kölcseit, ahol úgy gondolják maguk a szülők is és a család is, hogy a tanulás, a tudás az egy érték. Ementén van értelme egy pályát, egy jövőt megtervezni egy fiatalnak, és valóban fölmerül most már a külföldi egyetemek is megjelentek azért a kölcseiben is, és hoznak a, a végzős évfám tanulói most már papírokat, hogy ezt azt igazoljunk le angol nyelven, és akkor ez egy ilyen közös munka, angol tanár fordít, osztályfőnök ellenőriz, én aláírom, de azért meghatározó a, a Magyarországi Felsoktatási Intézményekbe vetett hit és bizalom, és ehhez azért tudjuk, hogy nyelvvizsgára van szükség, középszintű, emelt szintű, kiváló vizsgáredményekre van szükség. Hát motivált gyerekek választják, és olyan családok választják a kölcseit, ahol ez mindez fontos, és a gyereknek egy ilyen jövőképet szeretne felmutatni a gimnázium is, a nevelőtestület is, és maga a család is. Minden mellett, hogy nyilvánvalóan a tanulás a legfőbb érték egy gimnáziumban. Mennyire tudnak gyerekek és diákok maradni, illetve mennyire tudnak nyitottak lenni egyéb területekre a tanulás mellett? Mennyi idejük marad? Én annak örülök, hogy ez egy nyitott közösség, mind a tanulóközösség, mind a nevelőtestületre elmondhatom, hogy intelligens fiatalok, intelligens jól képzett szakemberek, pedagógusok alkotják ezt a közösséget. A tanulás azért sok időt elvesz. Ha azt komolyan csinálja a tanuló, sok energiát kíván, és ez áldozattal jár. De azért megvan a szórakozásnak, a kikapcsolódásnak is az ideje. Mi, mint iskola azért ehhez igyekszünk hozzájárulni, hozzátenni. Elsősorban a kultúra, a művészetek terén próbálunk a gyerekek számára olyan foglalkozásokat, vagy akár utazásokat, utakat felkínálni, ahol azért a kikapcsolódásnak is jut idő a tanulás mellett. Most legutóbb a diákbált említeném, amit január 26-án tartottunk a Diák Önkormányzatot patronáló kolléganőm Bodnár Jánosné tanárnő szervezésében, és azért ez egy nagyon jó hangulatú bál szokott lenni, ahol a kiöltözés és a szórakozás, a tánc az első. Ez a fél évzáráshoz járt a gyerekeknek, én úgy gondolom. Tudnak-e foglalkozni a szociális érzékenység, vagy az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez hozzájárulnak-e? Mindenképpen hozzá is kell, hiszen valóban úgy van, hogy az érzelmi intelligencia az egyik legfontosabb fokmérő egy mai fiatal vagy egy mai aktív dolgozó számára is természetesen. Azért az osztályfőnökök lelkismeretes munkát végeznek, a szaktanárok együttműködnek egymással is, szülővel is. Igyekszünk egyes, egyes gyerek szintjére lemenni, ha szabad így fogalmazni, és foglalkozni felmerült problémákkal, hiszen 560 tanulójára kölcseibe ott azért előfordulnak olyan esetek is, amikor nekünk segíteni kell természetesen. Nagyon fontos határidő előtt állnak most a diákok, hiszen február 15-e az érettségi jelentkezési határideje. Mi az, amit feltétlenül tudni kell ezzel kapcsolatban? Így van, február 15-e lesz ez a határidő, amikor a érettségi vizsga előtt álló fiatalok, a rendes érettségi tevőkről van szó, tehát a végzős tanulóiról, megnevezik, hogy mely tárgyakból milyen szinten kívánnak érettségi vizsgát tenni, illetve ne felejtsük el, hogy az előrehozott érettségi vizsgára is most kell jelentkezni, 10 és 11 -es különleges tanulók informatikából és idegen nyelvekből jelentkezhetnek, és ehhez a dátumhoz kapcsolódik még a továbbtanulásnál, a felsőoktatásnál is ugyanez a határidő, ami egy egyéni felelősség és szintén egy súlyos döntés, hogy milyen rangsorban, milyen egyetemeket, karokat, szakokat neveznek meg a gyerekek. Tehát két fontos határidő is áll most előttük. Reméljük, hogy ez az érettség is legalább olyan sikeres lesz a kölcseiben, mint az, el, az elmúlt hét évben. Márkatilla Oliver igazgató, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba. Köszönöm én is.